Polgármester úr, a szó az öné. Tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim! Ahogy a kollégám bevezette ezt a mai estét, ez már hagyománnyá vált, hogy megemlékezünk az elmúlt év eredményeiről, és adunk egy rövid kitekintést arra vonatkozóan, hogy mi fog történni a következő évben. Ugye nem tudunk mindenkiről beszámolni, hiszen nagy a város, és nagyon sok a gazdálkodó szervezete is. Ezért azt a megoldást választottuk, hogy az 1 milliárd forint árbevételt elérő cégek kerülnek most így önök elé, és ezzel kapcsolatban meg is jelentettünk egy kis kiadványt, ahol a legfontosabb adatait azoknak a gazdasági társaságoknak, akiről most beszélek, ott megtalálhatók, de nagyon sokan vannak azok, akik nyilván 1 milliárd alatt vannak. Hát őket is természetesen köszöntjük, de nincs módunk arra, hogy most róluk is ilyen részletességgel beszéljünk. A teljesség igénye nélkül még annyit szeretnék mondani, hogy ezek az adatok, amiket majd mondani fogok, ezek úgynevezett önbevallással készültek, tehát írunk a gazdálkodó szervezetek vezetőinek, és tulajdonképpen ők adják meg ezeket az adatokat, és azokról tudunk kiadványt szerkeszteni, akik tájékoztatnak bennünket. Hát lényegében csak egy olyan gazdasági társaságunk van, akit nem tudunk közreadni. Talán ezt nem is kellett volna mondanom, de ha keresik, akkor nyilván ezt meg fogják találni, de sajnos nem kaptunk adatokat, így egy kicsit ez egy cég kivételével a teljességet fogja majd mutatni. Vágjunk bele akkor az elmúlt év értékelésébe. Tehát a 22-es év az egy nagyon jól sikerült év volt. Tehát a város életében is ritka az ilyen év, hogy szinte minden gazdasági társaság túlteljesítette a tervét. És ez olyan szintű volt, az országra is egyébként ez volt jellemző 22-ben, hogy ilyen 24-25%-os tervet készítettek, hogy annyival haladják meg a 21-es évet, és ezt túlteljesítették olyan értelemben, hogy majdnem 150%-os teljesítést értek el. Tehát ez egy fantasztikus év volt, és ahogy mondom, ilyen egyszínű év, tehát hogy mindenki túlteljesítette a saját tervezését és az elmúlt évi eredményeit. És ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó beszámolási időszakot jelentett. Például az önkormányzati adóbevételek a 22-es évről, ugye, amit 23-ban fizetnek be, az 1 milliárddal több volt, mint az előző évben. Ugye ez egy óriási összeg. És én is tisztelettel köszöntöm a Magyar Bank Holding vezetőit, akik részt vesznek a mai beszámolónkon. Ugye azért is tényleges, mert a bankok vezetői mindig árgus szemekkel figyelik a önkormányzati saját bevételek, és különösen az adók alakulását, úgyhogy Kálmán, ezt már mondom is, hogy jegyzeteljétek fel. Tehát ez egy nagyon sikeres év volt, és arra gondoltunk, hogy majd a következő év is hasonló eredményeket mutat, és erre az adott okot, hogy 13%-kal terveztek többet 23-ban, mint 22-ben. Azonban a teljesítés az már nem olyan jól sikerült, mint az előző évben, ott már voltak kisebb-nagyobb ingadozások, ilyen 10% körüli visszaesések is előfordultak, de jó néhány cég azért túlteljesítette még a saját tervét is, és ezek közül néhányat meg is említenék. Például 10%-nál nagyobb teljesítést ért el a Kontex Kft., a Kókai Kft., az EIPA Kft. És az LZ Form. Hát ez nagyon biztatónak hangzik, és azt gondolom, hogy az egész városra kivetítve mégsem ez volt a csúcs, hanem a Napcsillag Kft., akinek vezető tulajdonosát szintén köszöntöm a mai megbeszélésen, 128%-ra teljesítette a tervét. Ugye a Napcsillag Kft. Egy nagyon érdekes gazdasági társaság, két testvér alakította, és évente szinte már megszoktuk, hogy ezt a 25-25%-os növekedést érik el.
ma 100 milliárd fölötti árbevétellel rendelkeznek. Hihetetlen. Ők a legnagyobb ajkai cég jelenleg, és hát reméljük, hogy ez a 25%-os növekedés ezt tartani fog mondjuk a következő években is, úgyhogy már előre beírjuk majd a 25-ös évre is a 25%-ot. Hogy az árbevételt milyen tényezők befolyásolják, arra hadd mondjam el, hogy például a Szilkem Kft., amely lényegében a tímföldgyári profilt folytatja, sajnos a vezetői nem tudnak itt lenni, ami megmaradt a tímföldgyárból, azt folytatják, és 2023-ban 18 milliárdos árbevételt értek el, ilyen nettó árbevételről beszélek mindig, és ez tulajdonképpen annak volt köszönhető, hogy megugrottak az energiaárak, és az energiaárak tekintetében sikerült olyan egyességre jutni a vevőkkel, hogy ezt kiegyenlítették, tehát megfizették az energiaárakat. Vagy említhetném például a Bioenergia Kft-t, amely az erőmű egyik alcége. A Bioenergia Kft. Például 22-ben 12,5 milliárdos árbevételt ért el, és 23-ban 8 milliárdot, mert időközben az energiaköltségek annyira visszamentek, hogy ez 4 milliárdot jelentett a cég gazdálkodásában. Hát mindannyian tudjuk, hogy a 22-es évnek a második fele és a 23-as évnek az eleje az az energiarobbanásról szólt. Hát most ugye egy konszolidált viszonyokról beszélhetünk, de akkor nem volt ritka a tízszeres földgáz vagy villanyáram emelkedés sem, és hát az előbb említett Bioenergia Kft. És a szabad piacon értékesíti a villamos áramot, azért ért el ilyen nagyon jó eredményt. Az eddigi árbevétel eredmények mellett hadd mondjam, hogy a termelékenységet is mindig vizsgálni szoktuk. A termelékenységben bizonyos átrendeződés következett be, hogy a termelékenység a nettó árbevétel osztva a létszámmal, és ilyen tekintetben az erőmű, a Bakonyi Erőmű ZRT tartja az első helyét. 165 millió az egyfő első árbevétele. Tehát ez a termelékenység. Tehát ezt nem tudta túlszárnyalni senki, és a feltörekvő között azért ott megtalálhatjuk az előbb említett Szilkem Kft-t. A Szilkem Kft. Már 83 milliós termelékenységi indexsel működött, és van három olyan cég, amelyik ilyen 70 millió körüli árbevétel, illetve termelékenységgel dolgozott. Ezek a Napcsillag Kft., a Löbelié ZRT és a Targoncatrét Kft. Nagyon stabil vállalatok ezek mindannyian, és a Pothof volt még, ugye a Pothofot mindig emlegetni szoktuk itt a termelékenység időszakában. A Pothof hozza most is ezt a formáját, amit a korábbi években megszoktunk, de többiek most nagyobb ütemre kapcsoltak, és hát így is megelőzték lényegében. Az alkalmazotti létszám egyébként a 23-as évben lényegében a 22-es évhez képest nem változott. A beruházásokról hadd mondjak néhány szót, ugye ez érdekel bennünket az előbbi mutatón kívül a legjobban, hiszen a beruházásoknak ugye építményadó vonzata van, az árbevételnek pedig ugye iparűzési adó vonzata van, ugye az anyagmentes termelési érték, tehát a nettó árbevételből, ha levonjunk az anyagot meg a szolgáltatásokat, az az úgynevezett hozzáadott érték. Hát mi a hozzáadott érték termelésében vagyunk a legérdekeltek, mert a hozzáadott érték az felel meg az iparűzési adónak az alapjának. És ez nagyon szépen dinamikusan fejlődik. Az elmúlt évben adóbevételünk az elérte az 5 milliárd forintot. Hát ez persze messze van még azoktól a nagyvárosoktól, például Szegednek, Győrnek 20 milliárd az éves iparűzési adóbevétele, Veszprémnek 10 valamennyi, de másodikak vagyunk a megyében, és ez a második hely az igen jó, nem nincs olyan annyi felelősség, mint az első helyezette. Tehát a beruházások tekintetében jó arányokat tudunk mondani. Ott is a Bakonyi Erőmű ZRT vezeti a mezőnyt. 3,1 milliárdot fordítottak beruházásra, és ennek a számnak a hátterében az van, hogy a 9-es kazánnak a munkálatait végezték el,
9-es kazához tartozó elektrofiltereket újították meg, valamint egy új emissziómérő telepet hoztak létre, és egy műszaki újdonságot is elkövettek, hogy nem az akkumulátorban használták az energiát, hanem egy 300 kW-os napcellát hoztak létre, amivel a vizet termelik a földből, és ezáltal szabályozzák az erőműnek a vízgazdálkodását. A másik ilyen nagy teljesítményen rendelkező cég a Pothof Kft. A Pothof Kft.-t, hogy megszoktuk, hogy évente ilyen 3 milliárdot fordít beruházásra. Most arra készülnek, ők korábban a dízelmotoroknak a szívó csövét készítették el, hogy egy új típusú motor gyártásához szükséges alkatrészeket fogják gyártani. Hát remélem, jól mondom ennek a motornak a nevét, mert az igazgatóval törtük a fejünket, hogy helyesen mondom-e. Hidrogén motornak hívják, és a hidrogén motoron adagolásához szükséges eszközöket gyártja a Pothof Kft. És ennek a beruházási vonzata jelenik meg ebben a 3 milliárd forintban. Ugye a Löbeli ZRT is hatalmas összeget fordított beruházásra. 23-ban 2,6 milliárdot és 24-ben 2 milliárdot fordítanak. Ugye a Löbeliével ugye az elmúlt évben volt egy kis gondunk, amikor a szakhatást kifogásoltam én is itt ezen a színpadon, és hát most egy kis jó hír, hogy most olyan értelemben már ez a múlté, és egy olyan nyomású technológiát, alacsony nyomású technológiát valósítottak meg, ahol a öntéshez olyan viaszt használnak, ami lényegében hát jelentősen csökkenti ezt a szakhatást, teljesen nem szünteti meg, de jelentősen csökkenti. És a Napcsillag Kft., amely szinte minden évben 2 milliárdos beruházási értéket produkál, hát ő is ott van az élmezőben, és talán még a Burns Kft.-t kellene említenem, a Burns Kft. Az ilyen éves 1 milliárdos beruházási rátát produkál, ők szenzorokat gyártanak. Nagyon érdekes projektet nyert a AOL Plastic, ugye ez a Videotonnak az egyik utócége. Nagyon érdekes, sok munkájuk van a vezetőknek és a vezérigazgatónak, hogy ezt elérték. 1,3 milliárdot fordítanak beruházásra, és ez a lakókocsiknak a szaniter eszközeit fogja majd ez a beruházás szolgálni, tehát a szaniter eszközök előállításához szükséges gépek, berendezéseket fogják majd itt gyártani, és hát nagy öröm, hogy legalábbis a vezérigazgató úr szerint, hogy elfoglalják azokat a rég felhagyott helyeket, amelyek a Videoton átalakulása után adódtak, és az bérleményként meg más módon hasznosítottak, most újra elfoglalják ezeket a helyeket, és a vállalat magállat talált, és a másik cég, az elektronika is, meg a plasztik is stabil gazdálkodással rendelkezik. A beruházásoknál az szükséges még elmondanom, hogy több olyan cég van, amely 2024-ben igen jelentős beruházást fog majd véghez vinni. Ezekről néhány szót hadd mondjak. Ilyen például a Speedtech Kft., a Metalera Kft., aztán a Targonca Trade Kft., a Fenyőfa 01 Kft., a Schwa Medico Kft. És a Team Balaton Kft. Tehát ezek azok a cégek, amelyek ilyen 1 és 3 milliárd közötti árbevétellel rendelkeznek, és ahhoz képest igen jelentős beruházási hányadot tutatnak magukénak, ilyen 500 és 1 milliárd közötti értéket. A beruházásoknál még azt szeretném elmondani, hogy aki így az ajkai ipari potenciált ismeri, az el tudja képzelni, hogy a mi városunkban még elmenne egy vagy több olyan üzem, amelyik ilyen 5-700 embert foglalkoztatna. 5-700 embert, hát nem egyben, hanem esetleg többen, hiszen annak van jövője, hogy ilyen 250-300-as létszámok azok igen jók. Ugye az egynél mindig az a probléma, hogy ha valami baj történik, akkor az igen nagy, hát lásd a MAL, a Team Földgyárnak az esetét, amikor a Vörösiszap után hát gyakorlatilag felszámolták a céget. Tehát egy ilyen 5-700 főt foglalkoztató gazdasági társaság, az még elmenne, és jó is lenne. És ez teljesen megvalósítható, hiszen a mi
munkanélküliségi rátánk az 4,2%, ugye alacsonyabb, mint a megyei átlag, és a környező járások, tehát amelyek ilyen 30 kilométeres körzetben vannak Kajkától, ahol a beszállítás vagy a beutazás egyáltalán nem gond, azoknak a mutatói mind rosszabbak a mi járásunknál. Hát például a Devecseri járásban 8,2% a munkanélküliség, a Tapolcaiban ott nem olyan rossz, az 4,4%, de a Süvegi járás is például hát elég alacsony, 5,8%-os. Tehát ha az ezekben a járásokban, meg az Ajkai járásban lévő regisztrált munkanélkülieket összeadjuk összesen, az 2500 fő, és a gyakorlatból tudjuk, hogy általában a munkanélkülieknek körülbelül a fele fogható tovább foglalkoztatásra, vagy valamilyen értelmes munkára. Tehát a 2500 főnek a fele, ugye ez 1200, az még bőven elég egy 5-700 fős üzem, vagy telepítésű gazdasági társaság alapításához. Miniszter úr egyébként az elmúlt időszakban segített nekünk, és jelentkeztek is ilyen érdeklődők, még üzlet még nem jött létre, de reméljük sikerül, hiszen az ipari parkunkban 55 hektár közművesített telek áll rendelkezésre. Az mellett, hogy külsőkre is számítunk, azért azt el kell mondanom, hogy az ajkai gazdasági társaságok növekedési potenciája az nagyon jó. Hát ugye az előbb említettem a Napcsillagot, amelyik évente 25%-os árbevétel növekményt produkál, de hasonló jókat tudok mondani például a Targonca Trade-ről, Plastifex-ről, az LZ Formról, vagy akár a Kókai Kft-ről, és sorolhatnám még a többi gazdasági társaságot. A gazdasági társaságok ilyen értelmi bemutatása után engedjék meg, hogy azt külön is megköszönjem az Ajkán működő szervezeteknek, hogy segítették a várost a különböző megoldásokkal. És ez annyira fontos dolog, hogy mi erre programokat alapoztunk. Tehát például a sportfejlesztési programunknak a nagy része, amiben most nem megyek bele, mert február 23-án lesz egy sportgála, ott részletezzük majd az ilyen jellegű dolgokat. A sportfejlesztésünket a társasági adóra alapoztuk, és a társasági adóban, mióta létezik a társasági adó, körülbelül 10 milliárdot fordítottunk sportfejlesztésre. Hát, ha csak az utóbbi éveknek a legnagyobb eseményeit említem, hogy 21-ben átadtuk a jégcsarnokot, ugye 2 milliárdos jégcsarnok, 4000 négyzetméter, ugye most játszott itt a Ferencváros és a Fehérvár, ugye a kancellár úr és a tagozatvezető asszony az megtekintette a mérkőzést is. Hát hihetetlen, hogy milyen nagy érdeklődés van Ajkán a jégcsarnok, illetve a jégkorong iránt, ugye 5 évvel ezelőtt senki se tudott jégkorongozni, most meg több mint 200 gyerek foglalkozik ezzel. 22-ben átadtuk a kosárlabda csarnokot, ugye a kosárlabda csarnokot az beruházásilag mondanám csak az MBH önkormányzati vezetőinek, hogy a illetve a kosárlabda csarnok építéséhez az akkori számlavezetőnk az 700 millió forint társasági adóval járult hozzá. Ez szép szám, ezt meghaladni az egy igazi nagy teljesítmény lenne. És 23-ban pedig átadtuk a felújított kézilabda csarnokot. És ebben az évben is szeretnénk átadni a lőteret. A lőteret, ugye nem tudom, a tekintetem mindig a miniszter úrra téved, pedig egyenesen szeretnék nézni, de valahogy mindig erre jobbra elfordulok. Tehát ugye, hát ott mi hiányzik 200 millió forint, de egyébként a Magyar Sportlövő Szövetség vezetői azzal biztatnak, hogy ők majd támogatni fogják ezt a beruházást, mert Magyarország második legnagyobb lőteréről van szó. Szóval hihetetlen, hogy egy ilyen kisváros, mint Ajka, ilyen ekkora beruházásokkal gondolkodik. Nem is tudom, hogy kerültünk ebbe bele. Aztán berángattak bennünket ebbe a dologba. De mindegy, most már ott vagyunk, és itt nagy kaliberű fegyverrel is lehet lőni. Tehát nem csak pisztolya, légpuskával, meg ilyen kisebb fegyverekkel, hanem nagy kaliberű fegyverekkel is lehet lőni. Hát ez hihetetlen élményt ad az embernek. Tehát ott fejeztem be, hogy a gazdasági társaságoknak szeretnénk megköszönni azt a segítséget,
amit nyújtottak, elsősorban a Pothof Kft-nek és a Löbeljé Zrt-nek, illetőleg a Bakonyi Erőműnek és az ő anyacégüknek, a Veoliának, hiszen nem csak társasági adó kedvezménybe, hanem sporttámogatásba, ösztöndíjba, egyéb támogatásba, kulturális hozzájárulásokba is nagyon sokat tettek. És ezen kívül is még nagyon sokan vannak, akik segítettek bennünket, és megpróbálom őket felsorolni. A Metaléra Kft., a Targoncatrét Kft., az Elzéfon Kft., a Validus Kft., a Baumidex Kft., a Contex Kft., az EIPA Kft., a SVI-nak mondják, igen, csak többször változott a neve, azt mindig gondolkodnom kell, aztán a Burns Kft., a Robi Kft., és a Póluszkóp, illetve az Egervári Kft. Igen jelentős segítséggel járult hozzá, hogy a városnak ilyen magas szintű sportlétesítményei vannak, és a kultúránkat is igyekeztek támogatni. A gazdasági társaság bemutatása után hadd szóljak néhány szót a költségvetés területéről. Nem a város költségvetésére gondolok, hanem a költségvetési gazdálkodás szerint működő gazdasági egységekről és intézményekről. Ugye az elmúlt évben a legnagyobb esemény kétségtelenül a Pannon Egyetem Ajkai kampuszának a megnyitása volt. Ugye most is megköszönöm kancellár úrnak és kampuszvezető asszonynak azt a lelkes munkát, ahogy a kampuszt éltetik, és ez egy sikertörténet, hiszen egy év alatt senki nem gondolt arra, hogy 80 fő jár most ugye a felsőfokú szakképzés keretében a kampuszra, de ez a szám ez így önmagában nem sokat jelent, mert magára a Pannon Egyetemre jelentkezettek száma viszont megkétszereződött, akik Ajkáról az egyetemre jelentkeztek. Tehát ilyen húzó hatása van ennek az eseménynek, és ha ez így fejlődik tovább, akkor hát kicsi lesz ez a kampusz, látjuk, hogy mi is most már alig férünk el, pedig gondolom, hogy önök meg közöttünk is van olyan, aki beszeretne iratkozni erre a kampuszra. Én is fiatalnak érzem magam, és a gépészmérnöki kar lehetővé teszi, akkor én is beiratkozok gépészmérnöknek. Tehát bővíteni kell, és ugye szeretnénk, ha ezt a egységet, úgynevezett kaszinó épületét a Pannon Egyetem megkapná, és ebben nagyon szeretném kérni a miniszter úr, főispán úr, a hivatalvezető asszony segítségét, hogy már lassan a hivatalvezető asszony szobájában lakom, minden reggel ott kezdek szinte, és remélem, hogy sikerül ezt átvenni, és Ajka egyetemi város, és ez nem csak egy egyszerű intézmény. Szóval azzal, hogy egyetemi város vagyunk, és az emberek köztudatába átmegy, lám, mennyien jelentkeznek egyetemre, és ez befolyásol mindent, ami az oktatással kapcsolatos. Ugye például a középiskolák. Hát, ugye az egyetem is elvárja, hogy a középiskolából jó minőségű gyerekek, mármint tanulmányi eredménnyel jó minőségű gyerekek kerüljenek ki, és minél többen menjenek egyetemre, és a munkáltatók is elvárják. És ilyen tekintetben szóval van még tennivaló, azt akarom mondani, hiszen az egyik iskolánk, az egyik középiskolánk, a Báki Bercsényi és a Szentgyörgyi, illetve a gimnázium jöhet számításba. Ugye a Báki Bercsényi esetében vékonyodik az a képzési profil, ami ugye az egyetemi képzéshez szükséges, például a gépészet ott hát keskenyebb lett, ugyanakkor a Szentgyörgyi viszont megnövelte a keret számait, és teljesen új alapokra fektetve betört ebbe a szegmensbe, úgyhogy remélem ez jó megoldás lesz. De ha már itt vagyok, azt is el kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen azt szeretnénk kérni a gazdasági társaságok vezetőitől, hogy a hallgatóknak a foglalkozását, a tanulmányi kedvezményeit, azt biztosítsák. Eljutott hozzám is, hogy vannak munkáltatók, akik nem szívesen adnak időkedvezményt a hallgatóiknak. Hát ezen őszintén szóval ezen megdöbbentem, mert ez ellentétes Ajka szellemiségével. És kérem, hogy ezt, akik ezt elkövetik, azt vizsgálják felül. Ez nem helyes dolog, hiszen ez a mi együtt a város mozgalmunkban ez nem fér bele, mert hát ez mást jelent. Tehát szerintem ezen lehet is változtatni.
És segítsék más módon is. Ugye mi létrehoztunk egy ösztöndíjprogramot, de én arra gondolok, hogy ezt az ösztöndíjprogramot ezt ki fogjuk terjeszteni, és megkérjük a gazdasági társaságokat is, hogy segítsék ösztöndíjakkal is a hallgatókat. Nyilván, aki ezt úgy teszi, hogy akkor valamilyen munkaidő vállalási kötelezettséget ír elő a dolgozókkal, az teljesen rendben van, az nem elkerülhető. Úgyhogy ezzel majd jelentkezni fogunk, csak maga a felfogás és a közelítés az jó lenne, ha olyan egyöntetű lenne. Még az iskoláknál annyit szeretnék mondani, hogy a középiskolákról szóltam, hogy az általános iskolák tekintetében az volt a célkitűzésünk, hogy minden ciklusban felújítunk egy iskolát. Ezt tényleg eddig sikerült is így megtartanunk. Ennek ellenére összetorlódtak az iskola felújítási igények. Tehát most például az Ötvös iskolát, a Molnár Gábor szakiskolát, ugye ez a korábbi kisegítőiskola, illetve a zeneiskolát is fel kéne újítanunk, mert hát egyik sincs jó állapotban, de hát egy ciklusban ugye egyet lehet, tehát itt a tankerülettel együtt dolgozunk és együtt szenvedünk, és remélem, hogy valahogy kilábalunk ebből a problémából, de egyelőre benne vagyunk a problémában. Az egy nagy vívmány volt, hogy az általános iskolás oktatást a Padragi városrészben sikerült visszahozni. Ott korábban befejeződött az oktatás, és a hídgyülekezetének segítségével ott újraindítottuk az oktatást, és az a cél, hogy 2 vagy 3 éven belül a teljes alsótagozatos intézményrendszer megújuljon, és lehessen ott újra a gyerekekkel foglalkozni. A hídgyülekezet egyébként Csodavár iskola néven indította a saját általános iskolai programját, és hát nagyon sok gyerek, 150 gyerek jelentkezett náluk, úgyhogy ebből is látszik, hogy milyen színes a mi oktatásunk. Ha még azt hozzáveszünk, hogy a Szent István általános iskola, a volt Tósok-Belendi általános iskola is ugye átépült, akkor valóban egy színes oktatási palettáról beszélünk, ami még az óvodákra is jellemző, mert a Szent István általános iskola mellett egy óvoda is létesült, ahol bölcsödei ellátást is biztosítanak a gyerekeknek, és ezt a katolikus egyház igazgatja, ezt az intézményt. Az óvodai ellátásunk egyébként jónak mondható, és nagyon sok díjat nyernek a mi óvodásaink és a óvoda vezetőink, olyannyira, hogy lényegében a versenyeken, ami elindulnak, már szinte várjuk, hogy akkor milyen díjakat fogunk majd kapni. És ott is az volt a célunk, mint az általános iskolánál, hogy ciklusonként egy-egy óvodát felújítsunk. Eddig ez sikerült. Most van benne egy pályázatunk az ajkai óvodák fejlesztésére. Sajnos tartaléklistán van. És hát reméljük, hogy azért az befut, és majd azzal tudunk mit kezdeni. Ugye a bölcsödei ellátásunk is megoldódott, ott fejlesztés volt az elmúlt időszakban, az is sikeresen befejeződött. Az oktatás után hadd szóljak az egészségügyről. Ugye nálunk az egészségügy az elsősorban a kórházat jelenti. Látom, főigazgató is itt van, mint a lefogytál volna Zoli az utóbbi időben. Biztos valamelyik orvos nem tudtad alkalmazni. Tehát ugye 2023-ban a főigazgató úr szerint az első fél évben a helyreállítás, tehát a Covid utáni helyreállítás volt a feladat, ez sikerült teljesíteni, és a második fél évet jellemezte igazából a fejlődés, és ami be is következett. Ugye itt is miniszter úrnak a lábanyomát találjuk meg, mert a tavasszal átadták az infektológiai osztályt, ami 3 milliárdos beruházás volt, tehát az egy nagyszerű létesítménynek. Aztán július elsejével a védőnői szolgálat került át a kórházhoz és az egészségügybe. Ennek őszintén szóval nem annyira örültünk. Annak viszont nagyon örültünk, hogy szeptember 1-jével a házi orvos ügyeleti ellátása a kórházhoz került. Ez azt gondolom Magyarországon szinte általánosnak mondható, hogy ez mindenkinek könnyebbséget jelentett, ez így sokkal egyszerűbb és célszerűbb, mint a korábbi felállási rendszer. A
ugye a főigazgató urat idézem, hogy a, be tudnak tölteni minden állást. Tehát szerződéses munkaviszonyban, vagy alkalmazottként, de be tudnak tölteni minden állást. Mindig a lakás kérdés az jelent problémát, és a második fél évben, ezért második fél évben változtatunk a jelenlegi módszeren, mert mindig akkor tudunk lakást biztosítani orvosoknak, ha megőrül egy önkormányzati lakást, mert újat nem építettünk, de ezt most meg fogjuk reformálni ezt a rendszert, és a második fél évben egy nagyobb arányú változtatásra kerül sor, hogy tervezhető legyen, úgyhogy főigazgató úr újra visszanyered majd régi testsúlyodat. A kórházhoz még annyit szeretnék mondani, hogy tudom, hogy nagyon sok ember elégedetlen a kórházi ellátása. Megmondom őszintén, én is bennfeküdtem a nyáron néhány napig, és hát nem, én nem éreztem most semmi különlegeset, hogy mármint, hogy velem különlegesen bántak volna, és én nagyon színvonalas ellátásban volt részem, és hát, de tudom, hogy az emberek nagy része ezt másképp látja, talán a zsúfoltság, meg a sorbaállás, meg a várakozási idők, tehát hogy az előjegyzési idők azokat kifogásolják, hát azt helyileg ugye mi nem tudjuk megoldani, de igyekszünk azt a tudatot ébren tartani, hogy Ajkának, hogy itt van a Magyar Imre Kórház, az egy óriási előnyt jelent. Tehát ez más városokhoz viszonyítva, ahol ilyen szintű ellátás van, ez nincs meg, ez nem jelentkezik. Megmondom őszintén, hogy én nagyon örülök, hogy talán olyan 10 évvel ezelőtt, vagy már több, valamikor ott a 2005-ös években a szakorvosi ellátást, ugye ami 1000 négyzetméterre működött a városban, azt akkor már bevittük a kórházba. Ez egy óriási lépés volt, szóval ugye erről a közönség csak annyit tud, hogy nem ide kell menni, hanem oda kell menni, de ez az önkormányzat teherviselő képességét ezt nagyban csökkentette, hát most ezt el kéne látni, hát nem is tudom, hogy mit csinálnánk, de nem kell ellátni, mert ellátjátok ti. Tehát ez végül is így jó jöttünk ki ebből a dologból. Talán a műszerezettség az, ami hiányzik, ami talán nem is az, hogy hiányzik, mert volt eddig is, csak ahol nagyobb léptékű segítségre lenne szükség az állami szervek részéről. Elsősorban a nagy felbontású CT-re gondolok, meg a mammográfiai ellátást szeretnétek a szűrést bevezetni, azoknak a megoldásához kell még utakat taposnunk. Az egészségügy után a szociális ellátásra szeretnék foglalkozni, mert a kettő az összefügg. Ugye az egészségügy átalakításáról szóló törvény is azt mondja, hogy az ápolást igénylő hát ellátási formákat, azokat a szociális rendszerre kell bízni. Ez azt jelenti, hogy onnan kikerül, és akkor a önkormányzati vagy állami szektornak kell ezt fölvállalni. Hát sajnos ez az egyik legszűkebb keresztmetszetünk a mi ellátásunkban. Szóval jó a mi ellátásunk, meg vannak elégedve a mi ápoltjaink, és 3 intézményünk látja el ezt a feladatot, de kicsi a férőhelyszám, és most már több mint 400 ember vár férőhelyre, több mint 400-an, és hát szeretnénk ebben valami változást elérni, és hát miniszter úr segítségével az evangélikus egyházzal vettük fel a kapcsolatot, hogy a volt bercsényi épület együttesét átalakítanánk szociális otthonná, és ott egy ilyen 150-170 ellátottat meg tudnánk oldani, és a két álláspont még elég messze van egymástól, mert az egyház azt szeretné, ha mi ezt az épületet átadnánk nekik, és átadnánk a jelenlegi ellátási intézményeinket is. Hát ettől mi óvakodunk, és ezt ebbe így nem szívesen vennénk részt. Azt gondolom, hogy további tárgyalásokkal az a két álláspont még közelíthető lesz, és ha nyilván az egyház is akkor tudja ezt megvalósítani, ezt az intézményt, ha állami támogatást kap, miniszter úr, már látom, már ködös a szemüveged, akkor esetleg belevághatunk, és persze megőrizzük a jelenlegi ellátási egységeinket. Más tekintetben szakember hiány van ezen a területen, de azt gondolom, hogy mindenhol szakember hiány van Magyarországon. Senki nem tud olyan területet mondani, ahol nincs szakember hiány, tehát ez ma már nem egy olyan érdekes dolog. Meg kell oldanunk olyan ellátási formákkal, hogy ez
tulajdonképpen az ápoltak oldaláról észesen vehető legyen. A kulturális ellátásunkat 23-ban feldobta a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa mozgalom, ugye sok program került ajkára. Hát ennek keretében újítottuk fel a Kripton házat, és ott nagyon sok programot lebonyolítottunk nagy megelégedésre, és tényleg az ajkaiaknak az egy óriási újdonság volt, hogy egy fölhagyott gyárépületben, ahol a világ első Kripton gyára volt, ott énekeltek, és Art City programokat tartottak, és másokat, hát ez hihetetlen újdonság volt, és azt gondolom, hogy ezt tovább fogjuk majd folytatni. És ugye mindig csodálkozik az ember, hogy Ajka egy ipari város, és a lakosságnak a kulturális igénye az olyan, mintha mi egy hagyományos angol város lennénk, ahol egyetem is van, meg nem tudom mi van, hogy olyan igényeket támasztanak az emberek a művészet iránt, a kultúra iránt. És hát ugye Vándorfi László igazgatórat is itt látom, ők nagyon sokat segítenek nekünk a kultúra iránti igény kielégítésében, de nem tudjuk teljesen ezt kielégíteni, el kell ismerni, ugye mindenhez pénz kell, és hát pénzből nekünk sincs sok, illetve hát nem is tudom mennyi van, de célunk az viszont rengeteg van, és hát ilyen értelemben hát úgy szenvedünk azért ezzel a témakörrel, de remélem, hogy mindig azért tudunk valamit csökkenteni. Például ennek a nyomására, tehát ennek a kultúrigénynek a nyomására vásároltuk meg az üveggyártól az volt üvegipari múzeumot, ami felújításra vár, és itt tervezzük majd hát magát az üvegipari kiállítást, illetőleg a városi galériát. Ugye Erkis Lenke fia jelentkezett, hogy szívesen felajánlaná a városnak Erkis Lenkének a kis grafikáit, illetve a kis szobrait. Ugye Erkis Lenke egyébként kötődik Ajkához, itt nagyon sok szobra van, és ezt mi szívesen fogadnánk, különösen azért, mert nem kell érte fizetni. De a helyet azt nekünk kell megoldani, és ilyen értelemben fő az ember feje, hogy akkor mikor tudjuk majd azokat a kis szobrokat ott nézegetni. A kultúra után hadd szóljak egy másik területről, ami azt jelenti, hogy a rend és jogbiztonsági ágazat, azt hiszem a költségvetésben ilyen soron szerepel. A rendőrség vezetője, az ajkai kapitány úr Pálman László szerint a mi közbiztonságunk a megyében benne van az elsők között. Tehát, hogy olyan jó a közbiztonságunk. Hát ez én is alátámasztom, mint ajkai lakos, és azt gondolom, hogy ezt a mi civil szervezeteink és mások is alá tudják támasztani, hogy valóban jó a közbiztonság, hiszen súlyos bűncselekményekről nincs is tudomásunk, nem is történtek, és várhatóan nem is fognak történni. Én ezt egyébként két dolognak tudom be, hogy az ajkai emberek, azok különleges emberek. Ezt minden területen aláírom, hiszen ahogy mondtam, a kultúránál is olyan érdekes ellentmondás van. Itt különleges emberek élnek, és nagyon fegyelmezett emberek. Hát ez a fegyelmezettség az nyilván hozzájárul ahhoz, hogy ilyen mutatókat tud, és a másik tényező pedig, ami ezt alátámasztja, hát a rendőrség munkája, hogy a rendőrség jó munkát végez, és ott van mindenütt, ahol kell, látható a rendőrség, úgyhogy ezt kapitány úrnak ezt külön is szeretném megköszönni. Az talán egy segítség volt, hogy mi 26 térfigyelő kamerát helyeztünk ki a városba, 26-ot, és ebben az évben mindegy 10-et még fogunk is kihelyezni, hiszen a Városliget az majd egy ilyen kiemelt terület lesz ilyen tekintetben. És megkezdjük az első trafiboxnak a telepítését is, és remélhetőleg abból is majd többet tudunk. Sokat fejlődött, javult egyébként az ajkai közlekedési morál. Szóval néhány évvel ezelőtt magam is csak elképedve láttam, hogy közeledik a zebrához az anyuka a kisgyerekkel, és az illető az áthajt a zebrán, és szinte kibontja a cipőfűzőjét az illetőnek.
Most nem ez van, ahogy közeledik már a zebrához, megállnak az autósok, sokat fejlődött az ajkai közlekedési morál, és ugye a parkolás az mindig egy érdekes téma, azt nagyon szeretik a mi lakóink. Hát hihetetlen, hogy mennyi parkolót építettünk. Hát most van ilyen 4000 körül tartunk, 4000 parkolót, tehát 15000 autó van a városban, 15000, hát sose fogjuk utolérni. De mégis igyekeztünk olyan konstrukciót találni, hogy úgynevezett tároló parkolókat építettünk, tehát a tároló parkoló az körbeveszi a teljes belvárost, és az ingyenes. De ott nem vállalunk felelősséget semmiért, igaz, hogy nem is kell fizetni semmit, de így mint egy 1000 tároló parkolót hoztunk létre, és nagyon népszerű lett az emberek körében. Most éppen az utolsó, hát most belátható időmmel az utolsóra kerül sor, hogy a vasútállomás mellett építünk egy R+P parkolót, és hát ott is mindegy 60 gépkocsit fogunk elhelyezni. Hát ma elkezdték kivágni a fákat, úgyhogy este az, amelyek megnézem a Facebookot, biztos sokan dicsérnek bennünket, mert vagy 10 fát egyből kivágtak. De megvan oldva a parkolás, és ilyen értelemben ez is hozzájárul majd a közlekedési morálnak a fejlődéséhez. Ugye a tűzoltóság egy érdekes terület, a tűzoltóság az állami feladat, és nagyon jó munkát végeznek az ottani kollégák, és hát egy új szempont, hogy most a napokban megalakult a ajkai önkéntes tűzoltóság, ugye valamikor volt ilyen, csak megszüntették, most újra az alapítók elérkezettnek látták az időt, hogy újra az önkéntesek felé forduljanak, és hát remélhetőleg ez is működni fog. És ahogy említettem, itt szeretném elmondani, hogy bankot váltottunk, és a Magyar Bank Holdinghoz kerültünk át, és nagy reményekkel téptünk be a bank nagyon szép épületébe a Váci utcába, és remélem, hogy tényleg úgy jó tömött táskával tudunk mindig távozni. Eddig tényleg nagyon jó alakultak a dolgok, és hát Kálmán, örülök, hogy itt vagy, és hát táskádat majd add át nekem. Kedves barátaim, még annyit szeretnék mondani, hogy a pályázatokkal kapcsolatban, hiszen nagyon sok beruházásunk a pályázatokkal kapcsolatos, itt hihetetlen változás történt. Hihetetlen. Ugye még az előző országgyűlési ciklusban az előző országgyűlési képviselőnk az 700 millió forintos támogatást tudott biztosítani Ajkának. Mostani országgyűlési képviselőnk, dr. Navracsics Tibor elkerülte a 6 milliárdot. 6 milliárdot, tízszeres teljesítmény. Körülbelül akkora, mint amekkorát emelkedtek az energiaárak 22-ből 23-ra. És hát ugye ennek attól tartok, nincs vége, mert következik a tornapataknak az átépítése. A tornapatak átépítése maga egy 5-6 milliárdos tétel, 5 híddal, és hát nem, és a miniszter úr mindig kérdezi, hogy mi újság ezzel a tornapatakkal, úgyhogy remélem, hogy ott fogunk sétálgatni az 5 híd környékén. Ami az elmúlt időszakot illeti, ugye felavattuk a Csingeri kerékpárutat és a Csingeri utat, megkezdődött a Tósoki kerékpárút építése, ugye az is nagyon szép lesz. Ugye a napokban megnyitottuk a Városligetnek a programját, és most már a közbeszerzési hatóság is jóvá hagyta a Városliget közbeszerzését. Ez hihetetlen nehéz egyébként, aki nem foglalkozik közbeszerzéssel, nem is érti, hogy miről van szó. Szóval évek telnek el, mire egy beruházást a céljától az előkészítésig, hogy megkezdődhessen a kivitelezés, éveket kell eltölteni, mert hát olyan a rendszer, ez a közbeszerzés, hát ez nem is értem, hát rosszat nem kéne mondanom róla, mert tudom, az Unió is mindig ezt filtatja, de hát hihetetlen nehéz ennek megfelelni. És megkezdődik a Béka utcai hídnak az építése, az most tavasszal megkezdődik, és akkor a Béka utca és a Alkotmány utca, tehát az a vasútállomás előtti teret jelenti, azt is átépítjük, ott is egy körforgalom lesz, és ott lesz az a bizonyos 60 parkoló, úgyhogy a városközpont elkerülését azt meg lehet oldani, ezáltal a közlekedés felgyorsul, és szerintem a morál is majd változni fog. Még egyszer megköszönöm miniszter úrnak ezt a odaadó segítséget, amit Ajkának nyújtott, és azt gondolom, hogy mi ezt nagyon eredményesen fogjuk majd tudni felhasználni.
kedves barátaim, ami így a városnak a térszerkezetét, magát a város építését és kubatúráját, méreteit illeti, kinőttük ezt a várost, kinőttük. Az az elképzelésünk, hogy a város jelenlegi belterületi határain belül új intézményeket, új épületeket már nem hozunk létre, csak a meglévőeket újítjuk, vagy kiegészítjük, vagy ellátjuk más tartozékokkal, de alapvetően újakat ide már nem tervezünk, mert nem akarjuk feladni ezt a beépítési módot és formát, ahogy ez kialakult. Ugye ez egy nagyon egyedi dolog, ahogy a város kialakult, 9 faluból, és a 9 falu között meg elterült maga Ajka települése, és így jött létre a város a maga történetével, infrastruktúrájával, ahogy a város tervezők nevezik, hogy arra kellene törekednünk, hogy egy hármas pólusú város szerkezet jöjjön létre. Ezt a három pólust ezt úgy képzeljük el, hogy 2 már megvan, és a harmadikat is létrehoznánk, az a harmadik pedig az új város lenne, amit Ajka rendek Bakonygyepes és a város ipari parkja között képzelünk el, ott a terveink készen vannak, és a második fél évben hozzákezdünk a területek megszerzéséhez, illetőleg kisajátításához. Ott 5000 lakást képzelünk el, és az első ütemben mindegy 500 lakás épülne meg, ennek nyilván a közművesítéséről majd gondoskodni kell. Tehát az a három pólus, ez azt jelenti, hogy van az óváros, van a centerváros, ami a mostani városközpont, az a centerváros, és lesz az új város. Hát ezt összekötni már csak úgy lehetne magasabb szinten, ha a 8-as út fejlesztése megvalósulhatna, és a 8-as útnak az ajkai elkerülőt, hiszen Ajkát majd elkerülő nyugati irányban egy nagyon forgalmas út, az lehetne majd a negyedik pólusa, és akkor egy ilyen négyszög alakú városszerkezet alakulhatna ki. Tehát új épületet, új intézményt már csak ebben a új városban fogunk telepíteni. Meg is tettük az első lépéseket, például középiskolát is szeretnénk építeni. Az új középiskolát már ott képzeljük el, de az új bölcsödét is, meg egy új óvodát is, egy új általános iskolát is, tehát mindenből, ami egy ilyen új városhoz kell, azt ott képzeljük el, és remélem, hogy ez jó, harmonikus elképzelés lesz, és sikerül ezt teljesíteni. Kedves barátaim, végére értem ennek a beszámolónak, tudom, hogy sok számot, meg egyebet mondtam, elnézést, ha egy kicsit hosszúra nyúlt, de nem is ez a célja ennek, hanem az, hogy én megköszönjem önöknek, hogy segítették a város működését, támogattak bennünket, és mindig tettek azért valamit, hogy a város gyarapodjon és működjön. Azt nem tudom elfelejteni, hogy amikor az energiaárobbanás bekövetkezett, akkor a legtöbb vállalat a segítségünkre sietett, és például az uszodának a költségigénye, energiaköltségigénye az ilyen 90 millióval megnőtt, és abból hát 60-at lefinanszírozott az állam, 64-et egészen pontosan, és a hiányzó összeget pedig az ajkai vállalatok adták össze. De mindig lehet számítani az ajkai vállalatokra, és eddig még nekünk is sikerült mindig olyan célokat találni, hogy a segítség meg a célkitűzés az összejöjjön. Majd lesz még egy újabb feladatunk, de most azzal nem terhelem ezt a 24-es esztendőt. Úgyhogy köszönöm a vállalatok vezetőinek, dolgozóinak a segítséget, és a város lakosságának is köszönöm a támogatását, hogy a nagyobb kérdésekben konszenzust tudtunk alakítani. Mindenkinek, aki egy kicsit hozzájárult, hát aki egy gondolattal járult hozzá, az is hozzájárulás. Szellemi terméket még a számvitelben is érvényesíteni lehet. És köszönöm önöknek, mindenkinek boldog új évet kívánok, jó szakmai sikereket, minél jobban növeljék az árbevételüket, és élvezzék az életet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, óév értékelő rendezvényünk hivatalos része ezennel véget ért, de mielőtt kezdetét venni a kötetlen beszélgetés, felkérem dr. Navracsics Tibor miniszter urat új év köszöntőjének megtartására. Tisztelt polgármester úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Ahogyan polgármester úr is mondta, Ajka egy térségben született közösségekből, több falu összeolvadásából vagy együttéléséből vált várossá. És ahogyan azt már 2023-ban is láthattuk az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében is, de mondhatjuk, hogy a Pannon Egyetemmel való együttműködés keretében is, Ajka ma már térségi szerepet is betölt, hiszen járásszékhely, ipari központ olyan gravitációval rendelkezik, amely itt a Bakony környékén több település számára a hétköznapi élet szempontjából is, a gazdasági élet szempontjából is, a kulturális élet szempontjából is viszonyítási pont. És ez a jövő. Ezért tartom én fontosnak együttműködésünket az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében, ezért tartom nagyon fontosnak a Pannon Egyetemmel való együttműködés. Ezért tartom nagyon fontosnak az Ajka Kristály Múzeumának újbóli megnyílását, mert innen Ajkától kelet felé, észak-kelet felé, egészen Székesfehérvárig megnyílik egy olyan városövezet, Ajkát, Herendet, Veszprémet, Várpalotát és Székesfehérvárt magába foglalva, amely nem csak a magyar gazdaság egyik hagyományos tengelye, de ma már és a jövőben a kultúra egyik olyan bázisa is lehet, amely a kreatív iparra támaszkodva, az ipari hagyományokra támaszkodva, az úgynevezett barnamezős területek kulturális hasznosítására támaszkodva, mint ahogyan láthattuk azt itt Ajkán is, és reményeink szerint a jövőben még inkább. Nem csak új életet hoz ebbe a térségbe, hiszen élet van bőven, láthatták és hallhatták polgármester úr óévértékelő beszédéből, de gazdagabbá is, színesebbé is, és még szélesebbé teszi az itteni élet lehetőségeket. Én abban bízom, hogy azok a tervek, amelyek 23-ban már elkészültek, 2024-ben pedig teljes mélységükben kidolgozásra kerülnek, és reményeink szerint ezek alapján a beruházások, a projektek, az akciók, mint egy az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat szerves folytatásaként 2024-25-ben is megindulnak, és az Ajkától Székesfehérvárig terjedő várostérséget egy nagy gazdasági, kulturális, társadalmi egységé, komplexitássá növesztik a jövőben, a nyugat-európai tendenciáknak megfelelően. Ez Ajka számára is további sikereket fog hozni, hiszen ahogyan polgármester úr mondta, Ajka kezdi kinőni jelenlegi kereteit. Az egyik út a térségi együttműködés. Az, ami az Európa Kulturális Fővárosa programsorozattal megvalósult, amikor 116 település éveken keresztül együttműködött, társfinanszírozás keretében anyagi áldozatot is vállalva azért, hogy egy közös célt valósítson meg, és amelynek láthatjuk a kézzel fogható hasznait is, ez az együttműködés, ez a jövőben is sikerre van ítélve. Ajkának ebben szintén vezető szerepet kell játszania, nem csak helyi szinten, de térségi szinten is meg kell fogalmazunk ezeket az elképzeléseket, és együtt kell működnünk ahhoz, hogy ez a siker ne csak Ajkáé, hanem az egész térségé, az egész Dunántúlé, az egész országé és az egész Európáé is legyen. Úgyhogy azt kívánom önöknek, hogy tudják megőrizni 2024-ben az egészségüket, a jó egészségüket, szeretteik egészségét is, hiszen csak úgy tudunk együttműködni, ha nem vagyunk betegek, ha tudunk dolgozni. Rengeteg munkánk van még, polgármester úr már utalt rá, ebből bizonyos dolgok rám is hárulnak, nem túl sok, ha jól értem. De arra kérem önöket, hogy önök is segítsenek, és akkor siker vár ránk 2024-ben is. Köszönöm szépen a figyelmüket.